A TASZ tapasztalatai szerint Magyarországon a rendőrség nem lép fel megfelelően a közösség elleni uszítással szemben. Bár a devecseri eset az uszítás iskola példája volt, a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, ezért 2013. szeptemberében megszüntették a nyomozást. Ebben a videóban azt mutatjuk be, hogy mi is az az uszítás. 2012. augusztus 5-én a Jobbik demonstrációt tartott Devecseren. Ahol ők megjelennek, ott a pusztítás, a pusztulás és a rombolás és a rettegés jelenik meg. És két lehetőség van, kedves testvéreim. Az egyik, hogy van olyan kormányzat, van olyan politikai vezetés, aki megfogja őket és kihajítja az országából. Van még egy olyan lehetőség, amit mondjuk az arab államokban szoktak alkalmazni velük szemben. Hát ott általában ugye dökkutakban végzik, vagy az akasztófán mondjuk, mint Iránban. Mindenki tudja, úgy szaporodnak ezek a férgek, mint a patkányok. Az elkövetkezendő években meg fog többszöröződni ezeknek a sátánfagyzatoknak a száma. El kell zavarnunk a rajtunk élősködő, horgasúró érdeket kiszolgáló, magyar pusztító, országromboló, hazaáruló bűnbandát a Kárpát-medencéből. Az elhangzó beszédek megvalósították a közösség elleni uszítás bűncselekményét. A közösség elleni uszítás büntető törvénykönyvbeli tényállása szerint, aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzet ellen, valamely nemzeti, etnikai, fai, vallási csoport ellen, vagy a lakosság egyes csoportjai ellen, különösen fogyatékosságra, nemi identitásra, szexuális irányultságra tekintettel, gyűlöletre uszít, büntet miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Nem önmagában a gyűlölködő szavaktól lesz valami uszítás. A törvény nem tiltja bizonyos szavak kimondását. Akkor számít egy beszéd uszításnak, ha olyan körülmények között hangzik el, melyekben alkalmas az indulatok feltüzelésére, és reális annak a veszélye, hogy bekövetkezik az erőszak. A devecseri beszédek alkalmasak voltak az erőszak kiváltására, hiszen az agresszív, indulatokkal teli hallgatóság könnyen a helyi romák ellen fordulhatott a beszédek hatására. A szónokok beszédei után a tüntetők a cigánysorra vonultak, ahol több tucat résztvevő hangos cigányozása mellett megdobálták a romák házait. Bár Devecseren a romák házaira rá is támadt a tömeg, az uszítás megállapításához nem szükséges, hogy az erőszakos cselekmények valóban meg is történjenek. A gyűlölködést az is jogellenessé teszi, ha a támadott közönség nem tud előle kitérni. Devecseren az uszítás nem ért véget a szónokok szövegeivel, hanem a cigánysoron is folytatódott, így a romáknak végig kellett hallgatni az őket támadó jelszavakat, rigmusokat, hiszen azokat a házaik előtt kiabálták. Ezt nevezzük foglyul ejtett közönségnek. Gyertek ki, tolvajok! Meg lettek bozva! Menjünk lefelé! Gyere ki, cigány! A TASZ célja, hogy az uszítás ne maradjon büntetlenül Magyarországon. A témáról bővebben honlapunkon és Facebook oldalunkon olvashat.